Nekem van egy vízium 60-ról. Ez pedig a polgáriasodott 60. De hogy mit is jelent ez? Ez azt jelenti, hogy van egy város, amely megáll a saját lábán, gazdaságilag stabil. A 60-iak szeretnek itt élni, a gyermekeiket ide járatják óvodába, iskolákba, a gyermekeik itt fognak majd letelepedni, és az ő gyermekeik is. Itt olyan szolgáltatásokat kapnak, amelyeket máshol nem. És ez a polgáriasodott 60, és az ott élő emberek büszkék a városukra, és büszkék az elért eredményre. Sokat dolgozunk azért, hogy ez megvalósuljon. És kidolgoztuk a Fejlődő 60 programot. Ez a program fölvázolja azt, hogy hogyan és miképpen szeretnénk ezt megvalósítani, és hogyan és miképpen látjuk a jövőt. Hiszen, hogyha oktatásról beszélünk, akkor büszkék lehetünk a 60-i óvodákra, iskolákra, középiskolákra, és most már ugye van felsőfokú képzésünk is. Amikor munkahelyekről beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy minden 60-i itt, 60-ban talál munkahelyet, itt dolgozik, és itt találja meg a boldogulását. És beszélünk rendezvényekről, élményekről és szolgáltatásokról, amelyek olyan magas színvonalúak, amely eddig nem volt jellemző a városra. Mindezért a jelenben gondolkozunk és cselekszünk azért, hogy a jövőben elérjük ezeket a célokat. 60 alapvetően iparváros. Most már igen-igen nagy cégekkel, nagyon-nagyon sok munkahelyel. De azt gondolom, hogy itt nem állhatunk meg. Újabb és újabb munkahelyeket kell teremtenünk, és ebben a folyamatban, azt kell, hogy mondjam, sikeresek vagyunk. Megvan a rutin, és megvannak azok a folyamatok, amelyek mentén együtt tudunk gondolkodni a cégekkel. És éppen ma, a mai testületi ülésen is döntöttünk arról, hogy egy újabb, nagyobb munkahelyteremtő beruházást hogyan fog segíteni a város. Sokszor elmondtam, hogy milyen fontosak számomra és a város számára a civilek. Ők azok, akik miközben szervezik a mindennapi életüket, jobbá teszik a város életét is, és viszik a város hírnevét. Viszik az országban, sőt, akár vihetik a világban is. És én nekem hitem az, hogy a civileket támogatni és segíteni kell. És van egy pályázat. Van egy pályázat, amiről nagyon halkan és nagyon-nagyon titokban dolgoztunk, nehogy azok, akik a topban sem segítettek, még esetleg ebben a pályázatban is belegyúlkáljanak. És beadtuk ezt a pályázatot. Ez bizony a HACS. Ez a civileknek szóló pályázat. Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy most itt bejelentsem azt, hogy 60 város önkormányzata 400 millió forintot nyert a HACS pályázaton. Ez pedig azt jelenti, hogy 137 millió forintot fogunk költeni a könyvtárra, és a könyvtár vissza fog költözni, és 200 millió forintot... és 200 millió forintot pedig a civilek fognak kapni itt 60-ban.